Na szevasztok, ez egy újabb Wild Rift videó, egy kis technóval. És az előző videóban mondtam arról, hogy majd beszélek arról, hogy, hogy mi a probléma, úgymond a Wild Rift-tel. Legalábbis, hogy én hogy látom így már visszanézve, meg így ja. Úgyhogy erről lesz szó, nem tudom, hogy fogok játszani, meg a Worlds-ről fogok még beszélni. Ugye a LOL világbajnokságról, ami ma volt igazából, mert éjfél után kezdődött az első meccs, akkor kezdődtek a meccsek. De én az a baj, hogy kibaszott álmos voltam így az első meccs kezdésénél, már a champion pickeknél már bealudtam, úgyhogy ja. De ugye ma reggel így visszanéztem a első meccset, meg belekezdtem a másodikba. Még nem tudom, hogy ki nyert. A T1 vagy a DRX. Igazából szerintem, hogyha most tippelnem kéne, akkor szerintem a T1 nyeri az egyértelmű, mert sokkal tapasztaltabbak és sokkal jobbak. Mind egyénileg, meg ugye csapatok is. Az egyik ütőképesebb csapat, és ugye mind a két csapat igazából Koreából jött, meg ugye amik még előzőleg kiestek. Ugye ami még kettő nagyon esélyes volt, az a Genji, vagy Gen, vagy valami ilyesmi, a másik pedig a RNG, a Royal Never Give Up, abból a Genji az ugyanúgy koreai, a RNG meg nem tudom. De igazából ezt a DRX-et nem is nagyon ismertem, szóval ja, ez a három brutál csapat volt igazából a Worlds-en. De hát ugye ez a kettő kiesett, így maradt a T1 meg az a DRX. Szerintem T1 nyeri egyértelműen. Igazából, hogyha bent lett volna a G2, de az ugye már nagyon rég kiesett, akkor nekik szurkoltam volna, mivel ők a kedvenc csapatom, meg európaiak is. Mondjuk a Jankos az kilépett belőle, úgyhogy hát így ez nem örültem neki, mert ő volt az egyik kedvencem, igazából ő volt úgymond a kedvencem a csapatból is, meg úgy alapból is. Őket nagyon szerettem. Meg hát ugye még volt a Róg, aki az is európai csapat, és ők voltak úgymond a legjobbak, így EU-ból. De hát ugye a végén már nem maradott más régió, csak ugye a Korea, hát ez egyértelmű volt úgymond. De az, hogy kibaszott erősek voltak, ugyanúgy a G2 is, meg a Róg, meg ezek, de meg ugye ott volt még az Astralis a magyar playerrel. Az meg még előbb kiesett, na mindegy. Erről csak így ennyit. Ja, meg a izéről akartam, a rendezésről, hogy milyen volt. Hát volt, hogy három énekes. Ugye még elsőnek nem is tudom, melyik zenét játszották. Mindegy. A lényeg, hogy a fősztár az a Lil Nas, vagy ki a faszom volt, nem is ismerem. De valami nagyon híres ilyen rapper. Lil Nas X, vagy valami ilyesmi. És akkor ő írta, vagy hát nem ő írta, ő énekelte a 22-es Worlds openingjét, meg a zenéjét. A zene amúgy kurva jó lett elsőnek, nem tetszett annyira, de minél többször meghallgatott, annál jobban tetszik. És az nagyon jó, csak az volt a bajom, hogy látszott rajta, hogy playback volt igazából élőbe. Szóval full ugyanaz a hanglejtés igazából végig. Amikor ugrándozik a pali, meg nem tudom. Hát nem hiszem el, hogy ugyanazzal a hanglejtéssel, meg hangszínnel fog végig énekelni, amikor végig ugrál a színpadon, meg mit tudom én. Szóval a 100% hogy playback volt. Oké, nem is az éneklés részére mennek rá, hanem a show részére, hogy látványos legyen, meg ilyenek, de mindegy. Azért egy ilyen eseménynél szerintem elvárna az ember, hogy akkor legalább rendesen énekeljen, ne playbackeljen, na mindegy. Úgyhogy erről ennyit. Meg nem tudom, hogy minek kellett oda az a sok táncos. Szerintem nagyon hülyén néz ki, úgymond, hogy vergődik ott egy csomó ember.
inkább akkor több ilyen vizuális effektet kellett volna belevinni, amik nagyon jók voltak, ilyen hologram-szerűségek voltak, de ezt is jobban meg lehetett volna szerintem csinálni, úgyhogy inkább a látvány részére mentek volna rá, nem pedig az ilyen, hogy vergődnek ott a táncosok, meg ilyenek, meg lehetett volna live ilyenek is, ugye, na mindegy. Meg akkor a sárkányt például, ami bejön, vagy ami volt ott, azt jobban megcsinálhatták volna. Mint például volt egyszer, az nem tudom mikor volt. De hogy lehetett volna sokkal brutálisabb is. Na hát erről ennyit sokat pofáztam róla, mindegy. Na mi a Wild Riftnek a problémája? Hát az a problémája szerintem, hogy egy, még nem ford ki annyira a közössége, meg a playerek. Szóval ne csodálkozunk, igazából egy csomószor ilyen nagyon nyomorék embereket dob be, azt se tudják, hogy kell játszani minden. Azért én meg szerintem a legtöbb átlagos player azért, aki már tudja, hogy kell játszani, ezt próbál is úgy játszani, de az a baj, hogy hiába mész feljebb, hiába vagy akármilyen rangba, ugyanúgy ilyen kutyákkal dob össze, bazd meg. De igazából nem is érdemes ezen felcseszni magad, mert erre jöttem rá, hogy a LOL-ba ott úgymond nincsenek olyan balfaszok. Persze ott is van egy csomó olyan ember, aki nem veszi komolyan, meg ilyenek, meg direkt elbassza a meccseket, meg ilyen. De hogy ott legtöbben tudják, hogy kell játszani, meg ilyenek. Mert ott már annyi éves a játék, hogy mindenkibe kifort. Még a legutolsó, legbénább ember is tudja, hogy miről szól a játék igazából, mikre kell figyelni, stb. Itt meg egyszerűen nem tudják. Szóval ez olyan, hogy van a LOL. És itt a Wild Rift. LOL a 90%, a Wild Rift meg egy 10% a LOL-ból. Értitek? Meg úgymond, szerintem külön is választható a két játék, tehát oké, hogy ugyanarra épül, stb. Championek ugyanazok, de ez úgymond már egy másik játékként is funkcionál, tehát el lehet különíteni. Nagyon szépen. De az a baj, hogyha nem baj, de hogyha a Wild Rift is lenne már ilyen több 10 éves, akkor persze, akkor már itt is minden jó lenne. Legalábbis szerintem sokkal többen játszanának úgy, ahogy kéne a játékkal, meg sokkal nem basznád fel magadat a meccsek közben. De persze, mondom, a LOL-ban is vannak ilyen balfaszok. Nekem sem megy mindig, de a legtöbb meccsben igazából próbálok odafigyelni, meg mindig a legtöbbet beletenni, na mindegy. Hát erről ennyit. A másik meg az, hogy mostanában az utóbbi időben nagyon elkezdték úgymond a championöket berakni. Ami jó, hogy foglalkoznak a patchekkel, meg ilyenek, de most is igazából behozzák a legópébb championeket, amikhez nem is kell olyan sok skill, hogyha megnézzük. Akkor minden egyes patchbe hozzák be a leópébbnál ópébb championeket, bazd meg ezzel is elbaszva a játékélményt, hogy minden player be tudja hozni és le tudja kerizni a meccset. Mert igazából ebből áll az egész. És nem az, hogy hagynának időt, jó, beraknak két championt. Az is jó lenne, hogyha fél évente, vagy tényleg fél évente raknának be új championt, akár egyet, vagy kettőt. De nem, folyamatosan erőltetik, nem hagyják, hogy beforjon az egész. És mindig jön az új champion, mindig jön a új változtatásba, az meg minél OP-bbak, és akkor hogy játszom az ember így normálisan, mint egy stabil szint. Szóval igen. Ugye nem új championeket hoznak be, mert ugye a LOL-ból hozzák át, de hogy nekünk újak, ugye? És ezzel tök jó, mert nincsen sok munkájuk benne, csak át kell valahogy vinni, és akkor kész igazából. Szóval oké, hogy hozogassák be. De mi lenne, hogyha inkább a játék menet részére mennének rá? Például nagyon fasz a játékmódokat tudnának behozni, ezzel is színesíteni a játékot. Szerintem jelenleg bőven elég az a mennyi champion. Anyád. Bőven elég az a 93 champion, szerintem jelenleg, ami bent van a játékban, nem is kell több. Max vigyék fel 100-ig vagy olyan ilyesmi, még hozzák be azokat a championeket, amiket akarnának az emberek, meg mit tudom én. 100-nál már bőven elég lenne. És tényleg
fél évente rakjanak be új champion, ne azt mondj minden patchbe, mert már egy ideje azt ő csinálják. Szóval igen. És úgy is lehetne frissíteni a játékot, bazd meg, hogy új játékmód, stb. Mert itt van ez a Legendary Ranked, ezt is szerintem elbaszták, és nem is nagyon játszanak rajta szerintem. Na mindegy. Szóval igen, hogyha átnézzük értelmesen, akkor az a problémája a Wild Riftnek, hogy még túl fiatal, nem ford ki. És érthető is, hogy az emberek nem akarnak annyira úgy játszani, ahogy kéne. Mert igazából én is olyan taktikákat, meg ilyeneket tudok meg, mert oké, lehet nézni Wild Rift guide videókat, stb. És nagyon, nagyon jókat lehet belőle tanulni. Hell's Devil, Darkbreaker, meg ilyenek. Ez egy darabig jó. Megtanulod, hogy kell championnel játszani, meg hogy mik a fontosak, ugye. De, hogyha ezeket tudod, még az is nagyon csekély annak a tudásnak, amit a LoL-ba meg lehet szerezni, és ugyanúgy lehetne használni itt is. Csak ezt nem tudják, nagyon kevesen. Szóval mondok egy példát. Ez egy dzsungeles taktika, hogyha van egy split pushos csapattársad, akkor azt mindig fedezni kell. Egyszerűnek hangozhat, de nagyon sok ész kell hozzá, meg van benne, hogy miért is kell lesz, meg ilyenek. Hogyha ezt valaki tudja, az nagyon sokat segít, de még rengeteg ilyen van, és még én sem tudok mindent. Nem is az, hogy kéne tudni mindent, csak hogy vannak ilyenek, ugye. Mert mondom, el lehet játszogatni. Csak az a baj, hogy nem olyan jó a játékélmény. Legyünk őszinték. A játékélmény szar. Lehet tryhardolni, nyomni fel egy-két csempet, meg ilyenek, és akkor killekre menni, meg ilyenek, de a rangban, meg ilyenekben meg nehéz nagyon, tényleg. Mert mondom, az nem nagy szám, hogy bemész egy olyan championnel, amivel jó vagy, és akkor kárizál, meg ilyenek. Azt meg lehet csinálni. Csak azt nem lehet, bazd meg, hogy grindolsz, és akkor mész egyre feljebb, mert egyszerűen nem lehet megcsinálni. Nincs egy fix közösség, nincs egy fix. Tehát hiába mész fel, nincs fixra az, hogy bemész, és ott olyan emberek vannak, akik tényleg oda valók, bazd meg, nem adják fel. Mert ezért estem le messzerből igazából, hogy veszélj csak az első Drake-et, meghalnak egy-kétszer, és akkor már feladják a meccset. Komolyan mondom, mint Diablo volt régebben, bazd meg, ugyanaz lett a Master. Ezért nem tudok feljebb menni, és már le is szarom igazából ezt az egészet. Na mindegy. Úgyhogy, ja, erről ennyit. Mit tudom én, mutatok egy-két meccset, nézzétek. Itt is igazából. Hiába próbálom a legtöbbet kihozni, meg ilyenek. Szarrá kerizem a meccseket, meg ilyenek, de nem. Sokszor nem elég ez se. Nézzétek meg, 1-11 a pali. Na mindegy. És ilyen nyomorékokat boostolnak fel amúgy. Mert így tudnak felmenni. Aztán nem kell csodálkozni, hogy felmész Masterbe, vagy valami, bazd meg, azt ilyen lucky playerek vannak ott, bazd meg. Meghalnak kétszer, azt már feladják, meg ilyenek. Mert csak boostolva lettek felvéve. Aztán meg nagy meglepődnek, amikor meg tényleg úgy kéne játszani, ahogy kéne. De akkor inkább már feladják. Na mindegy. És igen, nekem is van egy szint, amikor már leszorom a meccset, meg minden. De én mindig elsőnek próbálkozok, és nem úgy adom fel, hogy meghalok egy-kétszer, meg ilyenek. Hanem én akkor adom fel, hogyha már mindenki feladta. Mert akkor minek 1v9 ezzek, értitek? Hiába próbálkozok, akkor már az meg... Értitek? Na mindegy, hát erről ennyit. Ez szerintem a Wild Riftnek a problémája. Kell neki még idő. A minimum... 2 év. Minimum 2 év kell ahhoz, hogy kiforjon. Meg hogy a Riot is jobban foglalkozzon vele, meg ilyenek. Meg ja. Úgyhogy ja. Persze 2 év múlva is lesznek ilyen idióták, bazd meg.
De reménykedjünk abba, hogy ne az le, ne az, ne a, nem az lesz, hogy hogy már rankok, a felsőbb rankokat ellepik az ilyen, nem is tudom, boostolt emberek, mert akkor semmi értelme nem lenne a rankernek igazából, mert szóval, ja, reménykedjünk abba, hogy kiforjon a szint, kiforjonak a közösségek. És nem azzal van baj, hogy valaki szar, mert ezt mindenki átéli, aki elkezd játszani, Emerald, Platinum, ilyenek. Onnan ki kell kúszni, fel kell mászni. De azért egy Masterbe meg a fölött már legyen már egy szint. Tehát olyan, hogy bemegy az ember, és akkor ne izguljon már azon, hogy húha, vajon milyen csapattársakat kap, és akkor hanem így legyen egy fix, hogy hogyha Master felett bemész egy meccsbe, meg ilyenek, meg te is Masteres vagy, akkor te is úgy játszál, meg tudjad is azt, hogy mindenki úgy fog játszani, ahhoz a szinthez méltóan. Na mindegy. Csak hát ez valószínűleg sose fog megvalósulni, mert mindig több lesz a szar, mindig több lesz a lose, mint a win. Na hát akkor kösz figyelmet, szavaztok.